Jó napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottja, dr. Sánta Ágnes, szociológus, üdvözlöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a nézőket! Ma október 11-én ismét világnap van. Ezek a világnapok gondolom azért születnek, hogy ilyen teljesen reménytelen helyzeteknek születik egy-egy világnapja, és akkor az emberek egy egész napig esetleg gondolkoznak az illető lehetetlen ügyön, és aztán utána az év további 355 napjában megfeledkeznek róla, szökőév esetében 354, hogyha nincs szökőév. Szóval ma a lánygyermekek világnapja van. Ezt ugye az ENSZ 2011-ben döntött el, hogy elnevezi ezt a, tehát hogy ezt a napot a lánygyermekek sorsának a jobbítása céljából világnappá nevezi ki. Miért pont a lánygyermekeknek a világnapja, illetve hogy miért mondom én azt, hogy ilyen teljesen reménytelen helyzetről beszélgetünk? Köszönöm a kérdést. Nagyon jól tapintott arra rá, hogy azokat az eseményeket szokták világnap témájává tenni, amire érdemes felhívni a figyelmet, amelyet tudatosítani kell, ami iránt érzékenyíteni szükséges a társadalmat. És természetesen a mi mai itteni létünk az már kevésbé emlékeztet arra a nagyon tragikus helyzetre, amelyet a fejlődő világban a gazdaságilag, társadalmilag elmaradott országokban a nők, a lányok megtapasztalnak, ezért nálunk a lánygyermekek világnapja nagyjából arról szól, hogy az anyukák a lányaikkal közös selfit posztolnak, igen, és egymást érzelmileg megerősítik, hogy milyen jó dolog lányt nevelni, illetve minden nőnek, lánynak van édesanyja, róluk emlékeznek meg. Sőt, nagymamája is. Sőt, nagymamája, és egy kicsit ilyen édes kis íze van, de az eredeti szándéka az a 11 néhány évvel ezelőtt valóban az volt ezzel az ENSZ-nek, hogy felhívja a figyelmet olyan jellemzően lány, serdülőkori lány vagy női problémákra, amelyekkel a társadalmi haladás érdekében kezdeni kell valamit. Hát nagyon tragikus vagy rossz mutatókkal rendelkeznek a fejletlen országok, és ezeket már ott is ki kell hangsúlyozni, már fejlődés azért, valami fajta haladás, javulás már mutatkozik, de tudjuk, hogy azért nem a fiúgyermekek világnapjáról van szó, hiszen a legtöbb társadalomban, a társadalmak túlnyomó többségében, ahogy nálunk is a régebbi évszázadokban, a fiúgyermek volt az értékes, és volt a gyermek, volt ugye, a gyermek, az öreg, igen. Székely vicc, hogy hány gyermeked van, és akkor ilyenkor mindig a fiúkra kérdeznek. Így igaz, tehát patriarchális társadalmakban élünk, ennek nyomait mi is érzékeljük, de ezek a társadalmak sokkal inkább érzékelik, egészen olyan titkolt, akár az országok kormányzata által is titkolt cselekedetekig, mint amilyen például a szelektív abortusz, hogy azokban az országokban, ahol sokáig ellenjavalták a több gyermek vállalását, és egy gyermeket vállalhattak, lásd Kína, ott a fiúgyermekek magasabb presztízse okán a gyermeknemének a tudomásul vétele után vagy abortuszt végeztettek, hogyha az lány volt, vagy pedig csecsemő korában hát szabadultak meg ezektől a gyermekektől más módokon. India is egy nagyon erős példája ennek, olyannyira, hogy a világban ma a nemi, ezekben az országokban a nemi egyensúly teljesen megbomlott, valami 200 millió nőről beszélünk, hogy nem született meg, és ezáltal a fele-fele nemi arány is megbomlott, ami nagyon súlyos konfliktusokhoz, társadalmi konfliktusokhoz vezet, az, hogy konkrétan ennyivel kevesebb nő van, és ezeket a gyakorlatokat ma betiltották, viszont tudjuk, hogy
azért a vélekedés sokkal lassabban változik meg, mint ahogy a törvény. Egy gyermek értéke egy családban az nem lesz azonnal más attól, hogy egy törvény ezt szabályozza. Úgyhogy olyan kiinduló helyzet... És az emberek is mindent elkövetnek a vágyaiknak az érdekében. Így igaz. És olyan, törvényt is szegnek. És annyira súlyos a kiinduló helyzet, hogy egyáltalán nem hiába való ezekre felhívni a figyelmet. És ahogy mondtam, enyhe, lassú javulás látható, de ide tartoznak még egyéb olyan problémák, mint a női írástudatlanság, a lányok iskoláztatásának a hiánya, pont emiatt az alacsonyabb rendűségük okán, illetve amiatt, hogy ő számukra csak is a családanyai feleség háztartásbeli szerep van előre vetítve, egészen olyan más, szintén súlyos kérdésekig, mint a kamaszkori férjhez adás, adott esetben férjhez kényszerítés, és ezzel összefüggésben a kamaszkori, tinédzserkori terhességek, amelyek nagy egészségkockázattal is járnak a lányok, a nők számára, egészen olyan további kockázatokig, mint amilyen pont a serdülőkorú lányok körében terjedő, legerősebben, legnagyobb sebességgel terjedő HIV-fertőzés. Mindezek olyan jelenségek, amelyek nem igaz, hogy nem érintik a fiúkat is, és hogy nem a szegénység ne érinteni ugyanolyan mértékben is őket, de ezeknek inkább valóban a lányok, a nők az áldozatai. Igen, egy kicsit azon gondolkoztam így műsor előtt, hogy elnézést, hogy vajon miért alakult ez így ki? Tehát az is igaz, hogy ez inkább egy biológiai kérdés, mint szociológiai, de azért olyan furcsa, hogy egy-egy ilyen közösségben, társadalomban, akár az állatoknál is, ugye, tehát gondolok most egy méhkaptárra, tehát ott van a királynő, aki egymaga dönt a mindenféle herék, mármint hogy hímek fölött, és szóval, hogy ő az igazi döntéshozó abban a kis társadalomban. Tehát, hogy vajon az emberi társadalomban miért alakult ki az, hogy a nő az, amelyik alacsonyabb rendű. Amikor ugye, hát mi a 21. században reméljük, hogy tudjuk, és reméljük, hogy tartósan sok évszázadig tudni fogjuk, hogy azért ezek a szerepek kiegészítői egymásnak. Tehát ugyanilyen valószínűséggel lehetne azt állítani, hogy a fiúk azok, akik alacsonyabb rendűek, mert azok jó esetben elmennek háborúba, aztán vagy hazajönnek, vagy nem jönnek haza. De a közösséget azt a lányok, a nők építik. Tehát, hogy sokféle módon lehetne gondolni arra, hogy ki magasabb rendű, vagy ki alacsonyabb rendű egy társadalomban. És miért pont a nők húzták a rövidebbet? Így nagyon-nagyon furcsa kérdés ez. Igen, valóban a szociológia is elsősorban a biológiából szokott kiindulni, tehát a társadalom tudósok is elfogadják azokat a magyarázatokat, amelyek szerint az eltérő hormonális működése a két nemnek, illetve az eltérő biológiai jegyek magyarázzák ezt, azt is, hogy a férfiak talán biológiai hajlamaikból adódóan versengőbbek a külvilággal való harcban, adott esetben a saját kis törzsük megvédésében a férfiak viselték a főszerepet. Bár nagyon elszórtan vannak még feljegyzések olyan törzsekről, ahol matriarchátus uralkodott, és a nők vadásztak, de jellemzően ez terjedt el. A túlélési ösztön a hormonális működésnek a következménye igazából, tehát ezt nem tagadja a társadalom tudomány sem. Hát nem jó, hogy egyáltalán két nem közül valamelyik mindenképpen a rövidebbet kell húzza. Igen, de hogyha már igen, kell, akkor igen, miért pont és, így és alakult a, ez a... És a szocializáció lassan, a nemek szocializációja lassan a jellemzően férfi szerepekre
készítette fel a fiúkat, férfiakat, harc, háború, élelemszerzés a családnak, az ilyen értelemben az anyagi jellegű fenntartása, míg a nők szintén akár a biológiai jellemzőik okán inkább a védelmező, érzelmi biztonságot teremtő és otthon teremtő funkciója került előtérbe, és hát ezek valamennyire, tehát ezek azért ma is természetesen tovább élnek, és látjuk, hogy mennyire komplementer feladatok, tehát ez így megosztva nagyon szép. Nincsen ebben semmi gond, hogyha ez nem társul valamilyen elnyomásával, vagy hát lekezelésével, megalázásával a nőknek, és hogyha nem vezet olyan példákra, hiszen a mi hagyományos társadalmaink is ilyenek voltak, a nőknek is megvolt a helye olyannyira, hogyha egy nő gyermekszülésben meghalt, ami gyakori volt, akkor egy rövid időszakot követően azonnal újra házasodni igyekezett a férfi, hát nem volt neki nagyon más választása, annyira központi szerepe volt a nőnek a családban. Ezek eltúlzott és nagyon csúnya példái annak, hogy férfi érdekeket, az éppen hatalmon levő férfi érdekeket nők, vagy lányok, vagy tinédzser lányok egész serege kell kiszolgáljon, és hát arra a mi társadalmainkban egy picit szervesebb módon már egyenjogúsági harcok során, viták, hevesebb és kevésbé heves harcok során azért a mi társadalmaink már szépen elmozdultak ebbe az irányba. Nagyjából senki nem kérdőjelezi meg ma már a férfiak és nők egyenjogúságát, és tényleg ezek az elmaradottabb, úgynevezett fejlődő társadalmak pedig egy kicsit nemzetközi ráhatásra, vagy hát ilyen nemzetközi érdekérvényesítésnek köszönhetően, de hogy azért ott is egyre inkább elkezdődött ennek a felszámolása, de olyan erősen gyökereznek, olyan mélyen gyökereznek ezek a kulturális normák, elég, hogyha csak a saját roma közösségeinkre gondolunk, akik ilyen szegregált módon továbbra is a saját hagyományaikat követik, például a házasságkötésben, gyermekek házasításában, hogy jóformán hiába is van, hiába is van jóformán erre jogszabály, mert azért fennmaradt. Tehát ezeket nehéz felszámolni. Igen, hát gondolom, hogy a gyökereknél az történt, hogy amint ön is megemlítette, hogy ugye a férfi az, aki vadászik, és aki a gazdasági javakat biztosítja a család számára, a nő pedig erre vigyáz, és a családot óvja. Na most gondolom, hogy itt a kulcsa a gazdasági hatalomnál van. Tehát, hogy miért pont azt javadalmazza a társadalom, amit a férfiak művelnek. Tehát, hogy mert hogy például lehetne az, hogy kiemelt fizetést érdemel az, aki mosogat. Tehát én szerintem az van kellően nehéz munka ahhoz, meg gusztustalan, szóval, hogy szerintem az sokkal, de sokkal jobban kellene jutalmazni, mint mit tudom én, bizonyos irodai munkákat. Tehát, hogy azt hiszem, hogy itt történt az elcsúszás, amikor bizonyos típusú tevékenységeket jutalmaztak tartós gazdasági értékekkel, és nem azokat a típusú munkákat, amelyek a család összetartására, a kapcsolat fenntartására koncentrálnak. Nyilván egyre jobban látjuk, hogy ezek is ugyanolyan fontos, sőt, az érzelmi biztonságunk, a megküzdési képességünk. Hát enélkül szétesik a társadalom, tehát hogyha társadalmat akarunk, akkor nyilván a családnak a léte az egy nagyon fontos eleme. Elnézést. Így igaz, és érdekes, hogy szoktam így kísérletezni a hallgatóimmal, és az egyik alkalommal a bizonyos foglalkozásokat, hivatásokat rangsoroltattam velük, és meglepő módon lányok, fiúk körében az anya, családanya lett a legmegbecsültebb foglalkozás, amit csak úgy elszórtan a pilóta és egyéb foglalkozások közé soroltam be, tehát ez nemzedékek szempontjából is egyre inkább változatlan, vagy egyre hangsúlyosabb és egyre elismertebb, hogy azért a sok lehetséges feladatkör mellett ez egy
ez egy nehéz és nagyon méltányolandó feladatkör, és ezt a mai 10 évesek, 20 évesek is így gondolják, szerintem ez szívmelengető. Ezzel együtt valóban a társadalom pont az, aki a törvényeket hozza, és azok kik voltak, hanem a férfiak, a törvényeket, szabályokat hozza, az határozta meg a az illető foglalkozásoknak, a szakmáknak az úgynevezett funkcionális fontosságát, amelyek a társadalom fennmaradása szempontjából elsődlegesnek voltak hát elképzelve vagy gondolva, és ezekhez társított különböző javadalmazási szinteket, és ebben az elképzelésben a ritka foglalkozások, ritka szakmák, azok, amelyek elengedhetetlenek a társadalom szempontjából, azok váltak jobban megfizetett szakmákká, és hát most nem feltétlenül a férfi-női törésvonalon van ez, de hát elég, hogyha megnézzük egy orvos és egy utcaseprő kereseti különbségeit, ezt azzal magyarázzuk, hogy ezek eltérően fontosak a társadalom számára, és bizonyos munkaköröket tehát kiemelten javadalmazni kell ahhoz, hogy azokat a társadalom számára nagyon fontos munkaköröket elegendően motivált emberek megfelelő minőségben betöltsék. Ez most nem feltétlenül a férfi-női munkakörökről szól, viszont amikor a nők ugye az otthoni szerepvállalásuk miatt egyre kevésbé, tehát otthoni szerepvállalásuk miatt nem vállaltak kereső munkát, és elkezdtek lassanként beszivárogni a munkaerőpiacra, akkor az úgynevezett másodlagos munkaerőpiac volt az ő terepük. Ugye a II. Világháború utáni nagy emberveszteség és a gazdasági újjáépítésnek a szükségessége hozta azt, nem csak a női jogi mozgalmak, hogy ők feltétlenül dolgozni akarnak, hanem hogy a nőket be kellett vonni a munkaerőpiacra, pontosan olyan munkakörökben, amelyek nem gyökeresen ellentétesek azokkal, amelyeket addig ők otthon végeztek. Úgyhogy ezért ez a munkahelyi szegregáció, vagy munkaerőpiaci szegregáció is létrejött, hogy az elsődleges munkaerőpiac az a férfiaké, ahova nehéz betörni nőként, a másodlagos pedig a nőké. És hát nagyon szép példák vannak a történelmünkből, amikor erre az elsődleges munkaerőpiacra nagyon elszánt, határozott nők óriási áldozatok árán mégiscsak betörtek. Úgyhogy ebben a helyzetben, ez a helyzet, amiben mi most vagyunk, ez egy nagyon jó állapot, ahol az elődeink már megteremtették annak a feltételeit, hogy ne legyen kérdés, hogy egy nő is ugyanolyan jó munkát végezhet, mint egy férfi ugyanolyan munkakörben, bár a nemi foglalkozási elkülönülés azért még jelentős mértékben megvan, de egyre kevésbé. Igen, hát azt hiszem, hogy ez a nők betörése a munkaerőpiacra, mert mondom, itt azért van egy nagy igazságtalanság abban, hogy mit nevezünk munkának, és mit nem nevezünk munkának. De paradox módon azt hiszem, hogy éppen a nők betörése a munkaerőpiacra, a férfiak domíniumába hozza felszínre azt, hogy a másik típusú munka, amire ugye a nők a gyermekszülés, gyermeknek életet adás miatt szorulnak általában, tehát hogy azért lesz az ő részük ebből a kiegészítő munkából. Tehát, hogy ennek az értékét pont ez fogja felhozni, feldobni, kiemelni. Mert hogy ugye, hogyha a nők a férfiak munkáját végzik, akkor kiderül, hogy hiányzik az a munka, amit a nők tradicionálisan évezredek óta elvégeznek. És hogy ez a hiány lassan kiabálóvá válik, tehát gondoljunk csak arra, hogy mi történik az iskolában. Tehát, hogy a sok erőszak, a rossz gyomrú ember, mert ugye, hogyha a háztartás nem működik rendesen, akkor annak mindenféle következménye van. Tehát, hogy kiderül, hogy ez is egy munkaerőpiac, ahol ugye keresünk bejárónőket, szakácsnőket, gyermeknevelőket és a többi, mert hogy a nő közben a férfi munkaerőpiacon van. Igen, hát nagyon sok országban látunk arra törekvéseket, hogy ezt valahogy kiegyensúlyozzák. Ugye több helyen létrejött a főállású anyaság intézménye, ami
ami egy szép példa arra, hogy megbecsült, és akár anyagilag is javadalmazott feladatkör legyen a nőké. Természetesen ezeket nem mindig ilyen nők iránti szolidaritásból hozzák létre, hanem például amiatt, hogy vagy annak céljából, hogy serkentsék a gyermekvállalási kedvet a gyermekek számát, hogy megbecsült feladat legyen mondani, a nőké. Hogy fogy a gyermek, igen, tehát, igen, hogy ez egy megbecsült feladat legyen. Illetőleg a másik, és egyre én is, ahogy korosodom, egyre jobbnak látom ezeket a részmunkaidős megoldásokat. Tehát olyan, hogy minden jól működjön, nem lesz, hogyha egy nő 8 órában, 9-ben, 10-ben dolgozik, ne talán pontosan ilyen hagyományosan férfi munkakörökben még utaznia is kell, és a családi szerepvállalását emiatt hanyagolja. Egyértelmű, hogy ezeket is valakinek el kellene végezni, úgyhogy nagyon sok ilyen munkaerőpolitika vagy munkaerőpiaci politika arra irányul, hogy a nők ezt a nagyon értékes és pótolhatatlan szerepüket is betölthessék otthon, és ne teljes munkaidőben kelljen dolgozniuk. Tehát, hogy kárba sem menjen az, hogy igazából képzettek, tanultak, bár önmagában ez egy családanyai szerephez is nagyon szükséges, de hogy, hát hogy egy azért... Egy liceumi matek feladatban besegíteni, ez feltétlenül egy masszív képzett nőt feltételező. Igen, de hogy mégis ne vesztődjön el teljesen ez az otthon teremtő szerep, ezért én ezeket a csökkentett munkaidős, részmunkaidős munkavégzést tartom továbbra is a legüdvözítőbbnek. Hát én azt tartanám üdvözítőnek, hogyha ezt keményen megfizetné a társadalom, tehát hogy rendben van, én akkor otthon ülök, és több fizetést kapok azért, mert otthon ülök, és nem a férfiak munkáját végzem el a munkahelyemen. Tehát ez szerintem komoly tőkét adna a nők kezében azzal kapcsolatban, hogy akkor tényleg merre fele akarnak haladni. Tehát, hogy nem lenne ez egy áldozatvállalás a részükről, hogy jó, én akkor 4 órát otthon teljesítek, és csak 4 órát megyek a munkaerőpiacra, az igazi célokat és az igazi trófeákat begyűjteni. Tehát, hogy ennek is trófeának kellene lennie. Így igaz. A legjobb talán a mai változatos, nagyon pluralizált értékrendű világban az, hogyha minden lehetőség meg van teremtve, hiszen azért vannak olyan nők, és egyre többen vannak olyan nők, akik ebben a férfi által dominált világban azért szakmai sikereket szeretnének elérni, azokat el is tudják érni, tehát nem kell feltétlenül mindenkit visszaküldeni ebbe a családanyai szerepbe, amit én nagyon szépnek tartok, de hogy különböző pályák létezzenek és létezhessenek, és egyik is ugyanolyan megbecsült legyen, mint a másik. Így van, tehát én úgy képzelem, hogy ez egy csomó fiúnak is cél lehetne, hogy akkor ő legyen a legjobb háziasszony. Tehát én ezt így képzelem el. Na, de persze ez a nap nem erről szól, tehát ezek már tényleg ilyen, hogyan fogunk kinézni a 22. században elképzelések. Szóval, hogy igen, a világnak a nagy része az erősen patriarchális társadalmakban él, és hogy hát mondjuk egy jellemző adat a számomra az, hogy világszerte minden negyedik lány, tehát hogy 4 lányból a világban a minden negyedik az se nem tanul, se nem dolgozik, tehát az ilyen, nem is tudom, milyen szerepe van neki a társadalomban, tehát ő otthon vár és várja ura és parancsolójának az óhajait, amelyeket ő teljesít. Szóval, hogy globálisan mi valóban nagyon jó helyzetben vagyunk, ezt szerettem volna elmondani, hogy azért hálásak lehetünk az elődeinknek, akik gondolom, hogy ugyanezeket a harcokat megvívták előttünk. Igen, hát ezek ugye a nagyobb népességű országoknak a jellemző problémái, valóban rémisztő statisztikák, hogy ugye a munkaerő, tehát ugye a munka lehetőségek, még hogyha nem feltétlenül arról van szó, hogy a nőt nem engedik, vagy a lány nem engedik dolgozni, hanem a lehetőségek is
korlátozottak, óriási szegénység jellemző ezekre a társadalmakra. Elképzelhet, hogy a férje, akit hazavár ez a lány, ő se munkából jön haza, mert neki sincs. Tehát nagyon súlyos és összetett problémák ezek, és nem kell azt gondolnunk, hogy minden, ki ott rabszolga sorban tengődik, de ez azért ahhoz, ezek a számok azért ahhoz hasonló sorsot, hát sorsra engednek következtetni, és valóban a nagyon sok politikai törekvés, közéleti, civil társadalmi törekvés van, ami ezeknek a nagyon súlyos helyzeteknek a felszámolására irányul, de ezek a szegénység felszámolásával párhuzamosan kell történjenek, mert önmagában a nők sorsa másképpen nem tud megoldódni. Igen, igen. Hát reméljük, hogy ez a világnak nap nem lesz sokáig világnap, mert amikor megszűnik világnapnak lenni, akkor azt jelenti, hogy valamilyen módon azért csak megoldódott ez a világ probléma. Én köszönöm szépen, hogy itt voltam a műsorunkban. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, ez volt mai Pont Ma műsorunk. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra.